a világ élvonalában, versenysportban győztes technikát tud letenni az asztalra. Ha az egy Mercedes, azt nagyon megsüvegeljük, ha azt mondjuk egy Hyundai, akkor nem, akkor azt mondjuk, hogy hát nem annyira fontos, de fontos. Ezzel számomra megint egy Mercedes szintet, technológiailag egy Mercedes szintet tud hozni az autó, mert abban a sportágban, ahol elhatározták, oda tették a fejlesztéseket, és megvalósítják azt, amit elterveznek. És ez látszik a hétköznapi autógyártásukban is. Rájöttek kb. 12 évvel ezelőtt, hogy nem kórai formaterv alapján kell dolgozni. Valljuk be, hogy az első tuszonok meg... Európai központokon kiegyen. Hát nem voltak egy szemed gyönyörködtető látványok. Viszont most mondjatok egy olyan Hyundai-t, ami nem néz ki jól. Nincs. Nagyon megtanultak rajzolni. Európában rajzolások, ilyen ráadásul magyar tervező, mire igen. És mind a kettőnek ugye nem messze Németországban az európai központja, fejlesztés, rajzolás, tervezés és gyártás. Úgyhogy emelem nem létező falakomat. Na nézzük meg, hogy gyorsul. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy hogyan megy a... Én meg megpróbálom egy három kézbe tartani a kamerát. Ami fontos, most váltott egyet, de azért nem nagyon voltam. Hát mondjuk, hogy egyáltalán nem volt. Nem érzed a sebességet, de már 100. Igen. Majd ezt vágjuk ki, mert ez nem annyira. Lezárt. Bele tudsz pofázni kézzel a váltásra. Igen, egyébként az nagyon jó. Mondjuk az X-viszony is bele tudsz bejátszni. Kár. Ennek nyilván van egy 177 lóerős változat, az egy kicsit másabb műsorszám. Igen. De jól fogja az utat, kényelmesen megy. Ja igen, és nem tudom, hogy ezzel adják egy gyárilag, de az, hogy Michelin Pilot Sport van rajta, azért az... az valamit elmond. Ez gyári gumi. Nem, az nem a kettő pilléres kategória. Gyári gumi. Gyári gumi, nyári gumi. Hát... én erre azt tudom mondani, hogy ez egy csillagos ötös. Mennyi pénzt kérnek ezért a mutatványért? Hát. Szóval én azt tudom mondani, hogy ez egy csillagos ötös. Mennyi pénzt kérnek ezért a mutatványért? Hát csillagos ötösért azért meg kell dolgozni, meg. Ez egy 8-est azért elkérnek ezért az autóért, de hogyha a figyelembe veszed a mostani új gépjármű árakat, akkor azt mondom, hogy ez nem sok. Ezelőtt egy RAV4-es teszteltem, ami sima szívómotor, igaz egy méretűvel feljebb van az a járgány, de 12 a lista ára. Tehát azt mondom, hogy annak a kétharmadáért ez az autó, hibriddel egy értelmes alternatíva, egy kisebb család. Nyilván, hogyha valakinek kell a 600 literes csomagtér, kell 3 16 éves gyerekhez, kell hely hátul, akkor az a méret játszik, de ebben a méretosztályban szerintem ezért a kényelmére verhetetlen. Igen. Nagyon tetszik a színe. Az a baj, hogy egyébként megint visszajutunk az olasz autós énemhez, hogy ilyen nő vagyok, tehát így De nőnek elég ronda. De nőnek viszont elég ronda vagyok, igen, állítod. Bár egyébként ez ízlésről ugye nem illik vitatkozni, de nagyon tetszik. Na, mert besorolok a Zignis meg, és akkor nyomjuk a Toyodát. Szóval egyébként ezt én így elbírném képzelni egy ilyen szaladgálós autónak magunknak, tehát ez ilyen első autónak nem lenne elég sajnos nekünk, nagy a család, de második autónak zseniális.